Hírek a határon túlról, magazinunkban ezúttal is vajdasági testvérvárosunk Magyar Kanizsa helyi televíziójának műsoraiból válogatunk. Köszöntöm Önöket! A külhoni magyar szakképzés éve a gyakorlati oktatás segítő tanműhelyeket avattak vajdasági testvérvárosunkban. A külhoni szakképzés éve program keretén belül a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ tangazdaságába két tanműhelyt adtak át, amely az anyaországi miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának a támogatásával valósult meg. Átadásra került egy hidroponikus tanműhely a hozzátartozó növényszaporító eszközökkel, ahol föld nélkül tudnak termelni paprikát, földi epret, valamint egy almafákból álló bemutató parcellát és annak megműveléséhez szükséges ültetvénytraktort és múlcsozó gépet is átadtak. Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy 36 millió forintot fordítottak különböző mezőgazdasági iskolák fejlesztésére. Én harmadik alkalommal vagyok ebben az iskolában. Örülök annak a fejlődésnek, amit látunk itt, és örülök annak, hogy ilyen sok diák választja ezt az intézményt. Azért is indítottuk be a szakképzés évét, mert azt szeretnénk elérni, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni, ehhez pedig az kell, hogy megfelelő végzettsége legyen, el tudjon helyezkedni, vállalkozást tudjon indítani, és ehhez mi ezt a támogatást tudjuk nyújtani, illetve el kell mondanunk azt, hogy a magyar kormány, ugye önök is jól tudják, 50 milliárd forinttal indította el az idén a gazdasági programját, illetve támogatta a vajdasági-gazdasági programot, és örülünk, hogy az első kedvező jelek már látszanak ebből. A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra is, mivel az iskolapadban tanultakat alátámasztani is tudni kell bemutató parcellákkal és modern felszereltséggel, mondta az iskola igazgatója. Megpróbáltuk összekötni a 21. századi kihívásait tulajdonképpen a hagyományos növénytermesztéssel. Az egyik az tipikus kerti növénytermesztés, ez pedig azt jelenti, hogy a fóliákban úgy termesztünk paprikát, hogy egyszerűen nincs talaj. Ez egy legmodernabb kihívás ma, Szerbiában még nem nagyon ismert, de az Európa Unióban is most kezd terjedni. Előnye az, hogy a fertőzések nem tudnak egyik növényről a másikra átterjedni, és a másik pedig az, hogy ezek a növények szinte egész évben teremnek, majdnem az égig nőnek, és mindig csak a termést kell róluk szedni. A másik pedig egy tanműhely, ami szintén a tanulóinknak a szemléletváltását szolgálja. Eddig is és most is megvan a hagyományos gyümölcsparcellánk, de szintén a 21. század modern kihívásainak eleget téve egy teljesen új parcellát telepítettünk, ahol a növények sokkal közelebb vannak egymáshoz. Ezek már új, nemesített növények, és két év alatt teljesen termőre fordulnak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki miután itt megtanult ezt a technológiát, a meccést, a permetezést, a növényvédelmet és minden mást, utána ha otthon telepít egy ilyet mondjuk bankkölcsönből, egy rövid lejáratú bankkölcsönből, akkor 2-3 év múlva már törleszteni is tudja ezt a kölcsönt, és a kamatok nem fogják megenni magát a termelést. Az eseményen jelen volt még Fejsztámer Robert, magyar kanizsai polgármester, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, Nyilas Mihály tartományi alelnök és Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottság elnökasszonya. A tudomány népszerűsítése kötetlenül interaktív formában. Tudományklubok nyílnak Szerbia szerte. A Tudomány Népszerűsítő Központ a tudományok népszerűsítése céljából létrehozott egy állami intézményt, amelynek egyik tevékenysége, hogy tudományklubokat nyisson meg Szerbia szerte. Ennek az akciónak a keretén belül Magyar Kanizsa község, a Belgrádi Tudomány Népszerűsítési Központ és a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ együttműködési megállapodást írtak alá a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ keretein belül működő tudományklub működéséről.
Az eseményen képviseltette magát Fejsztelmer Róbert polgármester, Nemanja Györgyevics, a Belgrádi Tudomány Népszerűsítő Központ igazgatója és Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök. Néhány héttel ezelőtt kaptuk az információt, hogy erre a rendezvényre június 14-én kerül sor. Igaz, hogy az általános iskolának ez a nap az utolsó tanítási napja, de mégis meg tudtuk úgy szólítani a gyermekeket és a pedagógusokat, hogy a mai, tehát az utolsó tanítási napot itt töltsék nálunk ebben a gyönyörűen berendezett, és az egész központ ugye átvarázsolt, kiállító teremmé, kiállító objektummá átvarázsolt épületben. Ez azért fontos számunkra, mert a jövőben úgy képzeljük el, hogy a tudományt úgy fogjuk tudni népszerűsíteni, akár az óvodákban, az általános középiskolában is, hogy kihelyezzük, kihozzuk a gyerekeket a tantermekből, és egy kötetlenebb, egy szabadabb formában, egy interaktív műhelymunkákon keresztül érdekessé tudjuk számukra tenni az oktatást. Szerbiában eddig 12 tudományklub nyílt meg, amiből 3 Vajdaságban található. Nagyon remélem, hogy a fiatalok itt egy kis szeletet kapnak az életből, egy kis szeletet kapnak olyan területektől, amihez lehet, hogy az iskolán belül nem tudnak hozzáférni, vagy otthon önszorgalomból sem tudnak hozzáférni, azonban itt van a lehetőség, itt van a fizikai felkészített tanterem, ahol játékos körülmények között olyan dolgokat megtudhatnak, amik lehet, hogy ő úgy gondolják első pillanatra, hogy ők náluk ez unalmas lenne, nem szeretnének vele foglalkozni, vagy nem is érdekli őket. Nemanja Györgyevics, a Belgrádi Tudomány Népszerűsítő Központ igazgatója elmondta, hogy a 12 tudományklub megalakulását követően Magyarország is érdeklődik tevékenységük iránt. Minden tudományos klubot a központ rendezett be, és az elkövetkező időszakban is segítséget nyújtanak majd a kluboknak, akár előadások vagy neves kutatók szerepeltetésével. Az eseményen Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság titkára is elégedettségét fejezte ki, aki elmondta, hogy a rohanó világban naponta fedeznek fel új technikát, ami sajnos a klasszikus oktatásba nagyon nehezen illeszthető be, és ezért kiemelten támogatja a tudományos klub létrejöttét. A regionális szakmai pedagógus továbbképző központ tervei között szerepel, hogy a szeptembertől heti rendszerességgel témakörönként, tudományonként be tudnak majd rendezni egy részleget, amit a tanulók megtekinthetnek majd. Itt viszont egy ilyen klubban napra készen be lehet mutatni szinte azt, ami új. Ide eljöhetnek a diákok bármikor órát tartani a pedagógussal, aki ezt megfelelően itt el tudja készíteni, elő tudja készíteni, és sokkal érdekesebb is, mint a tanteremben, hiszen a környezet is új, más, a szemléltető eszközök is egészen újak, mások. Ki lehet próbálni a dolgokat, meg lehet ismerni valóban a tudományt igazán. A tehetségek is kibontakozhatnak könnyebben ilyen módon, és én azt hiszem, hogy csak támogatni kell továbbra is a hasonló klubok kialakulását a Vajdaságban is, de Szerbiában is. A regionális szakmai pedagógus továbbképzőközpont tervei között szerepel, hogy szeptembertől heti rendszerességgel, témakörönként, tudományonként be tudnak majd rendezni egy-egy részleget, amit a tanulók majd megtekinthetnek. Fejlesztés. Felújítják és kibővítik a Tiszaparti medencét. A beruházás a tervezetnél később kezdődik. A munkálatok hétfőn vették kezdetét a Tiszaparton, hisz már mint korábban az önkormányzat bejelentette, felújítsák és kibővítik a medencét. Az eredeti tervekhez képest a beruházás később vette kezdetét, hisz az eljárás és a tenderhez szükséges aprólékos technikai feladatok és paraméterek sajnos egy hónapot csúsztak, mivel a feladat elég összetettnek és komplikáltnak bizonyult. Fejsztelmer Róbert gazdasági fejlesztési és pénzügyi főosztályvezetője elmondta, hogy tudatában vannak azzal, hogy a munkálatok belenyúlnak a nyárba, de a medence nem alkalmas fürdésre. A tervek alapján a beruházás július 31-ére valósul meg. 3 érdeklődő volt a tender eljárásra, aminek ugyebár a becsült értéke 19,5 millió dinár volt. A 3 érdeklődőből 2 maradt, aki valósan is beadta a tender dokumentációt. Egy újvidéki cég, aki majd 26 millió dináros árajánlatot adott, és egy magyar kanizsai cég, aki 16 millió
millió dináros árajánlatot adott. Így alakult ki azoknak a rangsora, akik utána úgymond a szerződéskötésig játszottak még ebben a játékban. Így Magyar Kanizsai céggel fog az önkormányzat szerződést kötni a kivitelezési munkálatokra. A kapott tervek alapján a munkálatok 5 részből tevődnek össze, magyarázta a Szalmabau kivitelező cég tulajdonosa Szalma Ernő. A régi medence rekonstrukciója, kijavítása és a betonelemeknek a levágása, helyrehozása, majd pedig ennek a medencének egy szálerősített fóliával való bevonása. A következő lépés pedig a kis medence, amit a medence, nagy medence végében látunk, annak is a rekonstrukciója és felújítása és a megfelelő élményelemeknek való csövezése és az élményelemek beépítése. Mivel a medence árterületen fekszik, ezért minden elem leszerelhető lesz, így nem csak az áradástól, hanem a változékony időjárástól is meg tudják védeni. A munkálatok a nyári időben folynak, ezért az önkormányzatnak és a kivitelező cégnek biztonságossá kell kialakítani a területet. Az önkormányzattól kapott terv alapján, vagyis egy ilyen elképzelt terv alapján, amelyel Tóth Vilmos építészmérnök úr van megbízva, utat csinálunk, és körbekerítsük egy virtuális kerítéssel az egész medencét, hogy a gyerekek a fürdés idő alatt meg se közelíthessék ezeket a munkálatokat, mert itt betonverés, elszállítás, egy út lesz nyitva a felső szakaszon, ahol ki fogjuk termelni az összes betontörmeléket, vagy az összes betonhulladékot. Az önkormányzat egyik célja a medence felújításával, hogy Magyar Kanizsa újra ki tudja használni a Tiszaó park és a medence által kínált turisztikai lehetőségeket. Elballagtak. Utoljára ültek be a 8. osztályos tanulók azokba a padokba, ahol megtanultak írni, olvasni. Az utolsó osztályfőnöki órájukon ülnek az általános iskolában a 8. tanulók, ugyanis elballagtak a magyar kanizsai Jován Jovanovics Zmaj általános iskola diákjai. 2 magyar és 1 szerb osztály utoljára ült azokban a padokban, ahol írni, olvasni, számolni tanították meg őket. Ének szóval végigjárták az iskola osztályait, búcsút mondva volt iskolás társaiknak, majd ünnepi műsor keretén belül az iskola tanulói búcsúztató műsorral készültek, míg a ballagók köszönetet mondtak tanáraiknak a 8 éven át tartó kitartó munkájukért. Számotokra eddig ez az iskola volt a kicsi és a nagyobb emberi közösségek találkozásának színhelye. Az iskolán keresztül indul a gyermek a nagyobb világ felé, város és egyház, haza és nagyvilág irányába. Mert mindaz, amit veletek itt történt, cél és értelem szerint volt vezérelve. Tudnotok kell, hogy tanítóitoknak, tanáraitoknak feladata az volt, hogy kezeteket fogva segítsenek benneteket a személyiség, a jellem kifejlesztésében. Még akkor is, amikor ti az óvóintő feddőszót kemény szívvel elutasítottátok, nem látva meg, hogy a tanár is csak egy magasabb szándék eszköze az életetekben. Az emberiség legfontosabb ismereteit tantárgyakban kínáltuk fel nektek, hogy megfelelő alapotok legyen a tudományok későbbi elsajátításában. Kedves búcsúzó diákok! Magatokon viselitek az ifjúság 3 nagy ajándékát. Az értelmet, a szépséget és a mosolyt. És ezekre most nagy szükség van. Ne feledjétek, hogy szülőföldetek kertjében ti egyben virágok és kertészek lesztek. A tanári szemek sokat látnak, messzire tekintenek. Mint jó tükörben közöttetek látjuk azokat, akik jóságban, bölcsességben,
lelki nemességben megelőznek bennünket. Iskolán tanárai és magam nevében sok szerencsét kívánok minden hallgatónak. A 2015-16-os évben Szűcs Dóra lett a generáció diákja, akinek Fejsztámmer Robert, Magyar Kanizsa polgármestere adta át a díjat. Elballagtak a Jován Jovanovics Zmaj Adi épületében járó diákok is. Három magyar és egy speciális tagozat intett búcsút az általános iskolás éveiknek. Utoljára körbejárva az iskolát, búcsúdallal mondtak köszönetet tanáraiknak és az iskola minden dolgozójának. Kultúrműsort követően kézhez kapták a diplomákat és a dicsérő okleveleket, majd ezt követte a bankett a Tiszaparton, ahol a ballagó osztályok együtt szórakozhattak. Vásári forgatag. A kézműves sportékák mellett ingyenes vércukorméréssel is várták az érdeklődőket, sőt volt főző sütőverseny és airsoft bemutató is a Magyar Kanizsai Vásártéren. A Magyar Kanizsai Vásártéren áru, kézműves és állatvásárral várták a kilátogatókat. Mindezen hagyományos programok mellett főző és sütőversenyre is benevezhettek. A vásár ideje alatt megszervezték a szokásos ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérést is, valamint két kiváló programmal is készültek a szervezők. Az egyik a Horgosi Unit 410 csoportnak vagy sportklubnak a bemutatkozása. Ők az úgynevezett Airsoft nevű sportot népszerűsítik ma. Tulajdonképpen ez nem áll másból, mint ha fegyverek, tehát a hagyományos éles fegyvereknek a másolatait, az úgynevezett replikáit alakítják át légfegyverré, és ilyen gázos, elektromos meghajtással lőnek ki kis 6 mm átmérőjű gömböket. Kicsit hasonlít a paintballra, csak itt nem festék van, hanem fáj. Csak simán fáj. A másik pedig itt tőlünk a jobbra látható a Vemsikál Szerbia, illetve a Vemsikál Hungary egyesületek, ők ugye az extrém sportokat szokták itt városunkban népszerűsíteni. Ma nem extrém sporttal jöttünk ide a vásártérre, hanem graffitizéssel, illetve gyerekek számára ilyen kézműves matricakészítéssel. A Horgosi Airsoft csapata a délelőtt folyamán bemutatta tevékenységét, fegyverarzenáját és magát a sportágat. Azért hoztuk ki ezt, hogy bemutassuk éppen egy kicsit, mert a régióban nem igazán ismerik még ezt a fajta sportot, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit reklámoznánk, vagyis hát kicsit fejlesztenénk a csapatot, a csapat színvonalát, és akkor szeretnénk, hogy minél többen jelentkezzenek. Erre játékra próbálják ki, és ha megtetszik, akkor szívesen várunk minden olyan jelentkezőt, aki ezt ebbe szeretne részt venni. A légfegyverek mellett a Vemsikál Szerbia és Szegedi tagjai a gyerekeket és az érdeklődőket közös graffitis rajzolással, festéssel várták. A mai vásáron egy ilyen kicsit ilyen interaktívabb, formabontóbb gyerekfoglalkozással vártuk a gyerekeket, várjuk a gyerekeket, ami annyit jelent, hogy ilyen önálló matricákat tudnak készíteni, öntapadós matricákat, amelyeket a gyerekek a fantáziáktól függően ki tudnak díszíteni, színezni, rajzolni, és oda ragasztják, ahova akarják. De ezen felül még hoztunk kész matricákat is, amelyeket ki tudnak színezni, és ahogy láttuk az elmúlt pár órán keresztül, jó célba találtunk így a gyerekeknél, én úgy érzem, hogy le tudtuk őket kötni egy 5-10 percre, 4 órára. Magyar Kanizsán a következő vásárt július 10-én szervezik meg.
Együtt lenni jó. Több mint 600 óvodás vett részt a jubileumi 20. gyerekprogramon. Több száz óvodás füttyögésétől kiabálásától volt hangos szombaton a Magyar Kanizsai Népkert. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény idén is igen tartalmas programmal várta a község összes óvodását és azok szüleit az Együtt lenni jó gyermeknapi rendezvényre. Az eseményt az igazgatónő és helyettese nyitotta meg, majd ezt követte Fejsztámer Robert magyar kanizsai polgármester köszöntő beszéde, aki családjával látogatott ki a rendezvényre. Nagyon remélem, hogy mindenki kitartóan tudja majd nevelni és biztatni a gyerekeket, akiknek ez az utolsó napjuk az óvodába, azoknak majd az iskolába, akiknek pedig nem ez az utolsó napjuk az óvodába, azoknak pedig kitartóan a mi közösségünket erősítve, itthon maradva, itt boldogulva igyekszünk majd tenni egymásért. Mielőtt még kezdetét vette volna az önfelett szórakozás, előtte levegőbe engedték a lufikat és a fehér galambokat. Ezt követte a Juhász Zenekar játékos előadása. Az Együtt lenni jó című gyermekprogramra idén érkeztek a legtöbben. 600 óvodás van jelen, és szeretném elmondani, hogy az idén a jubiláris napunkra Szabadkáról és Békováról is eljöttek vendégeink, úgyhogy akkor 630 gyermek van ma itt jelen. Mivel 20. alkalommal szervezték meg az eseményt, ezért a szervezők igyekeztek minél több programot biztosítani a gyermekeknek. Amint látjuk, már a hátam mögött lévőt, a 20 év, tehát az összképek, amik ki vannak téve, ez az első évtől kezdve, a 20 éven keresztül, ami történt, akár még amikor az első Együtt lenni jó elnevezésű rendezvény megindult, most nyugdíjas igazgatónk Losonc Rezső indította el, akkor a Tiszaparton volt, utána Julianna igazgatónőnk már a népkertbe hozta le, és ezt mi folytattuk. Tehát ezzel indítottuk el, hogy a szülők lássák, hogy a 20 év alatt mi történt. Hát az újabbnál, ami az idénre jellemző, a népkörből érkeztek a vendégeink, az Orami Zengő Tájház kézműves foglalkozás, Magyarországról a Bábika csoport, aki nagyon sok újfajta játékokat hozott, akár említem mindjárt a társas játékot, tehát oda már a szülőkkel kell, hogy leüljön a gyermek, hogy játszon, ami nekünk célunk is, mivel a cél az, hogy együtt lenni jó, együtt játszani még jobb. A népkert megtelt igazi kis virgonc gyerekekkel, akik nem is tudták, hogy hol, mit is játszanak. Az egyik legkedveltebb szórakozásnak a kosárban ülő körhintázás bizonyult, ahol mindig sort kellett várniuk. Ez mellett célba dobálhattak, részt vehettek lovaskocsikázáson, de nagy volt az érdeklődés a Szabadkai Gyermekszínház előadására is, ahol a gyermekek szernyelvű játékos előadást tekinthettek meg. Akik megéheztek uzsonnát, palacsintát, de ez mellett smokit és szörpit is fogyaszthattak. A gyermekeknek lehetőségük volt közelemről megismerni a rendőr és tűzoltókocsit, és azok felszerelését. Voltak, akik a hagyományos kézművességet próbálták ki. Kis Emma illatos párnácskát készített. Vattát még rakunk bele majd ilyen levendulát. De voltak, akik fociztak, vagy éppen az ügyességi játékokat próbálták ki. Mit játszottál eddig? Ügyességi versenyt. A gyermeknapi rendezvényen mindenki jól érezte magát, hisz a sokszínes program mellett a család együtt tudott tölteni egy délutánt. Hangverseny. Tehetséges fiatalok kápráztatták el játékukkal a magyar kanizsai közönséget. A Szabadkai Középfokú Zeneiskola hegedű szakos diákjai tartottak hangversenyt június 13-án a Művészetek Házának kis színpadán. A tehetséges fiatalok Milos Nikolics tanár úr növendékei és hegedű játékukkal elkápráztatták a magyar kanizsai közönséget. Repertoáron klasszikus darabok szerepeltek. A
fiatal művészeket Máté Krisztina, a zeneiskola zongora szakos tanára kísérte. A mai hangversenyre a középiskolásokkal készültünk, főleg mivel a kicsik azok el vannak foglalkozva sajnos az iskoláikban, a saját dolgozataira készülnek még, úgyhogy a középiskolások vettek részt a mai hangversenyen. A történet középpontjában Milos Nikolic tanár úr van, aki a Szabadkai Zeneiskola hegedű tanára, de azt hiszem, hogy az ő nevét nem kell bemutatni a kanizsai közönségnek se, és a tévénézőknek se. Minden télen és nyáron, tehát tél és nyári mesterkurzus tart itt Kanizsán, és a CNESZA helységeiben gyakorolnak a gyerekek, amit nagyon szeretnek, Kanizsát is, a nyári tábort is, a téli hangulatát is Kanizsának, úgyhogy ide mindig örömmel jövünk, mint ahogy a mai nap is, amikor a hangversenyre készültünk. Ugyanazt tanulják, csak sokkal intenzívebb tempóban, tehát ő nekik az egész napjuk erről szól, hogy hegedülnek, és hogy együtt vannak, és hogy ismerkednek. Reggel délelőtt vannak a gyakorlóórák, és délután pedig a tanár úrral közösen ugye a tanórák. Úgyhogy ez a 3-4 nap, van, amikor egy hét is, ez az egy hét alatt egy egész programot képesek elkészíteni, úgyhogy ez valóban csak arról szól, hogy a hegedű, a zene és együtt. Nikola Blázsics, Ortó Boglárka, Maja Nimcsevics és Matkovics Krisztina közös hangversenyét június 28-án televíziunk műsorán teljes egészében megtekinthetik. Műsorunk végéhez értünk, kanizsaiakkal legközelebb két hét múlva, hétfőn este várjuk Önöket a képernyők elé, viszontlátásra!